Szevasztok srácok, Zsizi vagyok! Ez pedig itt ebben, mint az Osiris New Dawn. Micsoda muzsika van, gyerekek. Ezzel fogunk csörögni egyet, elsőre lecsekkoljuk, hogy mi a rongyba tekert hónajmankó van itt. Gyerekek, ebbe a játékba ugye az űrbe kell csatangolva, összekraftolva, ilyen építgetős, kraftolós sztori, ezért is akadt meg rajta a szemem. Úgyhogy ezzel fogjuk veretni. Lehet multi és single playerben, egyelőre a single playerben zörgetünk egy kört. No, hát amit itt fogad bennünket, ugye ez a United Nations of Earth, illetve ez az Outlanders dolog. Itt választanunk kell, ugye ez a UNE kollega, ez az emberiség nevében és érdekében van itten, és fejleszti magát, és azokat a technológiákat használja, amit az emberiség. Hello. Itt van ez a Pudvalander, Monsieur Pudvalander, ez pedig egy bocskos kalóz, MSZP-s motivumokkal a gúnyáján. No, mi békések leszünk, gyerekek, mint a vízi hulla, úgyhogy ezzel fogunk csörögni. Itt ugye lehet választani, illetve lehetne, de sajnos elment Boré, úgyhogy csak is kutatóként tudunk csörögni az akvárium fejű kollégával. Aszti! Gyerek. Ó! Enyhe FKF-es vonulat, gyerekeim, a kukás bácsi. Tudjuk már honnan erednek. Hol születnek a kukások? Oda nézzél, gyerekem. Most ez mögé ne látsunk semmilyen politikai hovatartozást. Na, és akkor el kell neveznünk, hát... mint egy katolikus pap, és most hiány maradok én. Arcolócsolom egy kis szilva pálinkával, lemarja a sminket, és megkeresztelvén arcon vágjuk, és leírjuk a nevét. Nézzük, mi legyen a neve, hát nem tudom. Pudvinszki, traktor felni. Csap ki! Ja, itt van, Krit. És akkor Osirisra fogunk csörögni. Hello, szeasz! Osiris, hát reméljük azért be van kötve a vízgáz meg, amikkel. Igen, és hombár fejemtől nem látszik, jó van. Tehát trabantlámpa pupillával végig pásztázod a klaviatúrát, és itt megnézheted, hogy mégis milyen kiosztásba tudunk csörögni. Van itt flashlight, meg minden. Az első napon vagyunk. Ó! Oh, és bizony a szélvédőnk be van recsenve. Az meg mi a bánatos fasz? Ne haragudjál meg. Tehát múltkor voltunk ilyen bevásárló központban, gyerekek, azt ott láttam ilyen gyepszellőztetőt. Íme. De mi értelme van szellőztetni a gyepet? Most nem adja a 20 forinté. Hát az én időben még a kutya odafektette a kábelt, most már szellőztetik a gyepet, meg ilyenek. Jó, elvileg ezzel a mesterembőr varázspálcával, az a szigetelő szalaggal meg tudjuk javítani a szélvédőnket. És van nálunk egy ácskalapács, meg egy... faszom tudja mi? Van egy csicska detektor, ami a mapot mutatja nekünk. Jó. Majd oda megyünk kommunikálni azzal a fos tartája, hogy egyáltalán mi ez. Jó, valamit zsebre vágtunk, oké. Ide elcsörgünk, hello, szevasz! Gyerekek! Streamet karott, úgy néz ki, mint egy proci. Faros lemezből. Jó, kaptunk egy csomó mindent, nagyon örülünk neki. Szevasz, haver! Csap ki! Itt van geci pisztoly, gyerekek. A Counter Strike-ból. Vedd már elő. Két pálcáson előjük itt a űrkalóz legényeket. Oda megyünk ez a gyepszellőztetőd, hogy hogy is van ez. Szevasz, hova? Stay fo! Jó lol! Még ilyen őrjárat és javításos feladatot is el tud látni ez a kollega. No, hát amit el kell mondani nagyba, ugye kraftolós, építős játék révén le is tudjuk hágyni a putrinkat, elméletileg. Először ezt, ugye? Hát rengeteg mindent lehet kraftolni, gyerekem, van itt minden, garázs, meg fekvő szoláriumtól elkezdve, a manikűr, pedikűr asztalig. Azt nézd meg, még az M1 is bejön hangyásan, hogyha ezt lekraftoljuk. Furniture. Ez mi a bánat? Azt, még ilyen kanapé van, halod? Beszarsz. Konyhapót. Jó, hát nyilván
a legalján kezdjük a Samach Létha-nak, Monsieur Létha. Ide lepattintjuk ezt a kis legény lakást. Valószínűleg nem lesz olyan beszédes itt, gyerekek. Szóval ez... Oda nézzé. Egy ágy és ennyi, hallod? Kicsit ilyen fesztiváli hangulat, nem? Jó, itt kizörgünk. Hello! Közben lent látni az oxigénünket, illetve én pont eltakarom, itt van ilyen testhőmérséklet, meg minden pöcsöm. Jó, amit azonnal el kell kezdenünk kraftolni, az ez. Ugye ez egy láda. Ez 20 darab vas és alumínium kell. Közben a játékban egyébként vannak ilyen támadó szörnyek, ilyen szobacirkálok, tudod? Mint a nyugdíjasoknak a megvadult pincsi. Van itt egy ilyen kúszómászó berendezés, meglát minket és berág azonnal. Ott is van. Nem tudom, hogy megöljük-e. Azt a berágot, oda néz. Reloading, haver! Hát ez meg, hello! Jöttél velünk? De nagy király vagy. Ő is lőtt, vagy mi volt ez? Agresszívba ment át a csávó. A játék egyébként rohadt jól néz ki, srácok, ezért gondoltam, hogy zörgetünk vele egy karikát. Meg ez a kraftolós, építkezős vonal, ez mindenképp az, ami közel áll a szívemhez. Nem tudom, ez magától megtámad amúgy? Kicsit furcsán bugol a gyerek. Jó, itt a vas. Ebből is egy hangyafasztyit összegerebjézünk. Nézzük meg, hogy elég már. És elvileg megvan a láda. Nem, nem nincs meg. Jó. Hát akkor még összeklopfolunk egy kicsit. Eddel a kövüves kalapáccsal. Tényleg így néz ki amúgy. Kár tagadni. Vigyázzék-e, mert a kollega... Túl tudjuk terhelni Csorit, mint a kisiskolások, tudod, hátra húzza a batyú. Nézzük meg. És már meg tudjuk csinálni, nagyszerű. Oda tesszük a kis sátrunk mellé ezt a szart. Igen, azért megyünk nyugdíjas tempóba, gyerekek, mert sok nálunk a balhé. Oda lehányjuk. 20 iron és 20 alumínium. Jó, ez meg is van. És akkor ide lepakoljuk a maradékot. Van nálunk víz. Mi van, hogyha megisszuk? Semmi. Oké. De biztos volt valami izére. A hőmérsékletünkre van hatással. Jó, elindulunk abba az irányba, ugyanis a következő, amit meg kell kraftolnunk, az ez a forge. És titánium kell hozzá, meg plutónium. Ebből minden van itt. Csak a titánium, az fingom nincs, hogy merre van. Úgyhogy következik a keresés. Jön utánunk az a kis redva. Itt van a titkó. Gyerek, a titkó. Ez bánt! Hallotta a zene? A zene megjósolta. Ez ránk akart jönni. Titánium, csap ki. Ez kell nekünk. Hol vagy? Nézzük meg, mennyi kell hozzá. Jó, annyi van. 2 darab kell. De most már elnézünk erre is, hogy mi van. Igen, azért a No Man's Sky-os vonal azért ott... Karbon? Karbon, öcsém. Íh, az... LOL, gyerek! Ez mi a... Geci! Üssed, vágjad! Gyerek, mi ez? Mekkora gyelve volt? Láttad? Húzzunk a véresbe innen. Hada megyek inkább.
Közben figyelnék az oxigénre. 34%. Azt! Ne! Ne bánts! Te szemét! Adjad neki, haver! Lövi, halod? Wow! Ugye azt a hólapát! Ugye basznak! Gyerekek! Szóval ilyeneket tudunk craftolni. Azt a magnézium kell hozzá. Steel. Hordó az mi a fasznak? Cefrét érlelünk majd? Réz. Gold? Gold. Oké. Okay. Hát gondolom, hogy ahogy tovább tudjunk fejlődni, igen, itt erőteljesen látni, hogy miről is van szó. Nem tudom, ilyen nagyobb putrit hogyan kell? Aha. Igen, szóval ilyen nagyobb putrit tudunk csinálni, ha van nekünk 15 steelünk és glass. Jó, nézzük meg, hogy mi kell ehhez. Magnézium, meg alumínium. Hát ez simán megoldható. Srácok, ennyi volt elsőre az Osiris Hónaj Down. Ha tetszett, akkor okádjátok le véleményeteket, szeretnétek-e még, stb. Nekem nagyon tetszik, új lehetőség, kicsit leköt, lehet kraftolgatni, meg minden bánatot összetákol itt a világőrbe, úgyhogy sziasztok, Zsozé voltam!